És most hárman egymás mellett Módos János az, aki most középen van. Azt a mindenit itt a parabolikába érve, viszont hatalmas baleset! Kovács az, aki kicsúszik! De itt most az élenautózókat láthatjuk jelen pillanatban. Ó, és egy baleset! Nagy csolt volt talán, ha minden igaz. És a Stóth Dávid ott a külsőjében próbál elmenni. Elképesztően. Ilyen jellegű versenyzést nem igazán látni épített versenypályákon, inkább NASCAR-ban az ovál versenyeken. Jézusom, mit bűvel? Csikós, hát ez nagyon-nagyon-nagyon bátor manőver volt. Valahogy a pályán maradtak, fogalmam sincs, hogy hogyan. Tasi Attila itta meg ennek a levét. Problémával kell szembenézniük majd itt a versenyzőknek, hiszen jönnek a legkörözhetőbb kívülták. Jó, jött egy kicsit, hogy baleset lett volna. Itt bizony is Rós András megpróbálja ezt kihasználni. De Fecske nagyon gyorsan a parabolikából. Jó, micsoda baleset! Rögtön itt az első sikámban! Hát kiforgass a Fecske Tamás konkrétan. Nagyon keményen, nagyon agresszívan próbál védekezni és támadni mind a kettejük. Na nézzük! És ott van a hiba! Ott van a hiba Kovács Sámueltől! Nagy Szilárd az első helyen! Na nézzük Rós András! Úristen, hát kimegy egészen a fűig! Majdnem ott fékezte meg az autóját! Kovács Sámuel borzasztóan! Borzasztó nehezen feladatot ad! Azt a mindenit, mit csinál Nagy Zsolt! Nagy Zsolt kettőt fog előzni, ezzel följön a második helyre! Hát ő a nevető harmadik! Hát ő a nevető harmadik! Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt az Expertnet Tasi Sim Racing Challenge Powered by Odyssey. Jó magam, Székely Márton vagyok, és itt a második verseny hétvégénkre, hát verseny hétköznapunkra látogatunk el Belgiumban, virtuális Belgiumban is, Spa-Francorchamps-ban tartják a mai futamot. Múlt héten Monzába látogatottan a mezőn, az volt a nyitó hétvége, hát egy hétköznap, és ezen kívül még négy további versenynapja lesz a szériának. Két hetente tartják ezeket, ezután Spanyolország következik, aztán Németország, Amerika, majd végül egy jó kis szuzukai záró futamja lesz itt a tornának. Ma sem maradnak a versenyzőink nyeremények nélkül, ugyanis hát a mai nap is a legtöbb pontot szerző pilótának egy Samsung SSD lesz a nyereménye. Egy Samsung 870 Evo 500 gigás SSD-t nyerhet majd az a pilóta, aki a legtöbb pontot szerzi a mai két futam, illetve az időmérő folyamán, illetve hát ma is lesz ugye két futamunk a szokásos felállásban, az első egy hosszabb, egy 9 körös, a második pedig egy rövidebb 7 körös futamunk lesz. Annyi a kis csavar az egészben, hogy az első futam legjobb 24, tehát 24 helyezettje meg fog fordulni, és a második futamban fölcserülnek ugye ez a pozíciók, és hát azért ez a 24-es rajtsere alaposan meg fogja keverni a kártyákat, úgyhogy ha az első futamban nem lenne elég izgalom, akkor a másodikba tényleg lerághatjuk a körmünket, de szerintem Spában amúgy sem unatkozhatunk majd a jövőben. Rendkívül izgalmas pálya, és hát a mezőny is kifejezetten kemény lesz a mai nap folyamán. 61 pilóta indul, tudomásom szerint a mai nap, ami hát nem egy kis szám, de hát köztük van rengeteg olyan versenyző, akik hát tényleg már csak így névről is szerintem mindenkinek mond valamit. Kezdjük akár Tasi Attilával, de hát itt lesz a Mirától Bári Gergő is, aki szintén egy óriási név, hát magyar, azt mondanám nemzetközi szimulátorozásban, ugye legutóbb a VTCR eSports online bajnoka lett, de Kis Norbit is köszönhetjük köreinkben, aki hát nem is olyan régen nyerte meg az online Kamion Európa bajnokság futamát, vagy futamait pontosabban, hát lett bajnok a szériának, de ugye kétszeres Kamion Európa bajnok versenyző a valóságban is. Ők egyébként nem pályázhatnak erre az SSD-re, akik a valóságban is versenyeznek, és versenytapasztalattal rendelkeznek, ők
kiesnek ebből a nyerési lehetőségből, de mindenki másnak adott egyébként a lehetőség, hogy megnyerhesse ezt az SSD-t, illetve hát a másik díj, a fő díja tulajdonképpen az egész szériának, az nem más, mint a Next Level Racing GT Lite szimulátor ülés, amihez nem kell más tenni, mint minden fordulón elindulni, mind a 6 fordulón elindulni. Aki ezt teljesíti, bekerül egy kalapba, és a nevét majd a végén kihúzzák, és ő nyerheti meg ezt a hát kifejezetten jó kis szimulátor ülést. Közben az időmérő, ahogy láthatjuk a képernyőnkön, elindul, 25 perc áll a rendelkezésre arra, hogy a pilótáink megfussák a legjobb időt. Itt láthatjuk a pályát, szerintem senkinek sem kell annyira bemutatnom a 7 kilométeres aszfaltcsíkot az Ardenek völgyében. Talán a legikonikusabb kanyarkombináció is ehhez a pályához köthető, az Orúzs-Radion kombinációról beszélek itt, ami hát kifejezetten nehéz, hogy így fogalmazzak, főleg egy túraautóval, még formaautóval sem egyszerű bevenni, de tényleg az, hogy egy völgybe megy be az ember, és utána pedig meredeken egy hegyre, és közben még kanyarodni is kell, ez mindenki, minden pilótának kihívásokat okoz, és mivel utána egy borzasztóan hosszú egyenes, a Camel egyenes következik, rendkívül fontos az, hogy ezt a kanyarkombinációt jól vegye be minden pilóta, főleg egy gyors kör folyamán, de akár az egyenesben is, ugyanis a Camel egyenesben utána egy rossz bevétel esetén lehetőség nyílik esetleg az előzésre a mögöttünk haladónak. Ugye, ahogy már említettem, 7 kilométeres a pálya, nem túl rövid, viszont cserébe pokolian gyors, tele van gyors kanyarokkal, amiket hát nem egyszerű azért, főleg ezekkel a túrautókkal jól bevenni. Nagyon szoros a mezőny, az időeredményeket elnézve már itt a gyakorlás során is láthattuk, hogy azért föl kell kötnie a gatyáját mindenkinek. Ugye az első 30 helyet pontozzák a futamon, illetve az időmérőn az első 5 legjobb időt futó pilóta kap majd pontokat, az első helyezett 5 pontot kap, a második 4-et, a harmadik 3-at, a negyedik 2-t és az ötödik 1-et. És hát minden pont számít ugye ebben a bajnokságban, ezt ismerjük jól, nincsenek elvesztegetett pontok, nincsenek fölösleges pontok. Tudják ezt jól a versenyzőink is. Egyébként ugye a múlt heti, bocsánat, 2 héttel ezelőtti monzai futamon Tóth Dávid szerezte a legtöbb pontot, ezzel ott ő lett az MVP-je, a legtöbb pontot elérő pilótája az akkori versenyhétvégén, ő nyerte az akkori SSD-t. Majd Rós András következik 78 pontot, bocsánat, Tóth Dávid 86 pontot szerzett, Rós András 78-at, még Nagy Szilárd 66-at. A képen pedig Kis Norbert, akiről már beszéltem, borzasztóan gyors pilóta, a valóságban is kétszeres kamion Európa bajnok, ami ezért nem egy rossz cím, maradjunk ennyiben, ebben a piros RS3-as Audi-ban kell majd őt figyelni. Mindenki ezen az autóval indul az iRacingben, ez az egyetlen egy TCR autó, ami bekerült egyelőre, úgyhogy ezekkel fog mindenki menni. És hát láthatjuk Norbit otthonából küzdeni szimulátorából, itt látható a Camel egyenes, amiről már beszéltem. Ez a pálya is arról szól, főleg az időmérőn, hogy célárnyékot kell szerezni, és azért ez értékes tized másodperceket jelent majd minden pilótának, tehát itt is, mint Monzában láthattuk a múlt héten, mindenki arra fog játszani, hogy ne ő menjen elől a vonatnak. A légkomb kombinációt veszi be Norbi, felülünk kicsit az autó tetejére is, érkezik majd a rivázs, vagy másnéven Brüsszel kanyar. Szintén elég nehéz, és láthatjuk Norbit azért, hogy itt picit alulkormányzottá is vált talán az autója, úgyhogy ez nem biztos, hogy a legjobb kör lesz így számára. És most egyébként nagy gázzal tart a Puan felé, ahol szintén nincs egyszerű dolga a versenyzőknek, ez egy nehéz pálya. Nem tűnik olyan nehéznek elsőre, amikor az ember megy pár kört rájön, hogy hát itt bizony tényleg mindig határon tartani az autót kifejezetten nehéz. A gyakorlás során egyébként Norbi szerezte a leggyorsabb időt, még a gyakorló szerverken egy 2.35-3.51-es idővel lett ő a leggyorsabb még a gyakorlások folyamán. Persze hát ez nem számít mostanra, de legalább arra jó, hogy Norbi megmondhatja magáról, hogy na azért srácok, kössétek fel a gatyát, mert valaki, ha az, aki én vagyok, mindenképpen meg fog titeket szorongatni. Múlt héten egyébként Tassi Attilának nem sikerült futamot nyernie,
beszéltünk vele még itt az adásról, de mondta, hogy most már igazán fáj a foga egy győzelemre. De hát tényleg amilyen kemény mezőnyünk van ma itt, emberen a talpának itt nyerni tud. Illetve hát mivel rengeteg pilóta indul, ezért azért a balesetekre is figyelnünk kell majd. Reméljük, hogy minél kevesebb koccanással megúszszák a pilóták ezt a napot is. Monzában sikerült viszonylag kevés balesettel végigtolni az összes, hát összes mindkét futamot plusz az időmérőt a pilótáknak. Ugye az is egy kifejezetten nehézség itt, hogy képen közben Nagy Dániel, aki egyébként a valóságban is szintén ugye autóversenyző, illetve az M4 Sporton szakkommentátor, a TCR Euróban versenyzik egyébként. Talán össze voltak is itt egy futam keretei közt Spában. De visszatérve erre, hogy azért ez kifejezetten nagy kihívás így a pilótáknak, hogy nem olyan időmérőn vesznek részt, ahol mindenki magának megy, hanem bizony mindenki följön a pályára. Nyilván az előny is meg, majd lehet szélárnyékot szerezni, de a hátrány is, hogy kerülgetni kell a többieket, illetve hát kimegy elő. Itt most láthatjuk Nagy Dani szépen úriember módjára elengedett mindenkit. Nem tudom, hogy gyorskor volt-e és ezt elrontotta, vagy ő most egy felvezető kört csinál. De hát nem lesznek kevesen erre az aszfaltcsíkra, és majd a rajt után kell nagyon izgulni, hogy ott a Lászorcban, az első kanyarban, vagy az Orvusban ne történjen komolyabb baleset, hanem mindenki el tudjon jönni sérülések nélkül. Ugye, mivel ez egy gyors pálya, itt is egy kicsi koccanás, és már az autó aerodinamikáján nem ugyanolyan jó, mint hát újkorában volt, úgyhogy nyilván mindenki igyekszik ezt elkerülni. Monzában is erről számolt be a közvetítés végi interjúban Attila, hogy hát egy picit is hozzáért valakihez, és mondta, hogy ez érezhetően lassabb volt az autója az egyenesekben. És mivel egy hasonlóan gyors pályáról beszélünk, hát erre itt is azért nagy figyelmet kell fordítani, meg hát arra, hogy ne pontozódjon ki a versenyző, ugyanis az iRacing, ez a program, ez a szimulátor hibapontokat osztogat azért, hogyha valaki hozzáér a másikhoz, vagy elhagyja a pályát, vagy megpördül, ezeket mind-mind hibapontok járnak. Nagyon különbség, hogy még a megpördülésért, vagy a pálya elhagyásért általában egyet szokott osztani a rendszer, egy másik versenyzővel való kontaktér már 4 jár, és tudomásom szerint 17 pontnál egy box utca áthajtásos büntetéssel gazdagodik a versenyző, majd 26-nál pedig diszkvalifikálják őt a versenyből. Versenybíróság egyébként tudomásom szerint működik továbbra is, úgyhogy ha valakinek vitás kérdése lesz, vagy eldöntendő helyzet, azt majd ők megvizsgálják a futam. Utána képen pedig Tasi Attila, a bajnokság tulajdonképpen névadó versenyzője, aki a VTCR-ben versenyez nyári Honda versenyzőként, ahogy láthatjuk a pólóján is. Övé ez a tűzpiros autó, ami egyébként a bajnokság saját festésével rendelkezik. Az összetett pontrendszerben Ati egyébként a 6. helyet foglalja el 48 ponttal. Múlt versenyen ott volt is egy kis galibája, ami miatt nem tudott annyi pontot szerezni a második futamon, ha jól emlékszem. Egyébként az első helyet 48 pontot osztanak, a másodikért 41-et, a harmadikért 38-at, a negyedikért 35-öt, és szépen így megy tovább egészen a 30-dik. A 30-dik helyezett egy pontot kap, ugye az első 30 gyűjteti tehát azokat a pontokat, és ahogy már említettem itt a bajnokságban, illetve pontosabban az első futam után a 24, a legjobb 24 pilóta rajtsorrendje megfordul, úgyhogy igazán megkeveri még a paklit, lerákhatjuk a körmeinket. Egyébként az időmérő versenyt Kis Norbi vezeti jelenleg egy 2:35.602-es körrel, ami picit elmaradt talán a gyakorló szerveren szerzett idejéhez képest, de hát van még hátra 1/4 óra ebből az időmérőből, másrészt a pálya körülményei elképzelhető, hogy picit másak, mint akkor voltak. Rengeteg versenyző egyébként a pályán. Én a telemetrián 59 pilótát látok most, aki már fönn van a szerveren. Ugye elvileg 61-en lesznek. Kemény, borzasztóan kemény versenynek lehetünk majd szemtanulni. Itt a Wannabe Racing egyik pilótája, Rós András látható. Ezzel a méhecskés festéssel. Őket érdemes lesz majd figyelni. Ugye jelenleg a bajnokság élvonalában, láthatjátok hány van a bis pilóta van a szervelen, de a bajnokság
dobogóján jelenleg csak wannabe Sim Racing tímes pilóta van. Tóth Dávid, Rós András és Nagy Szilárd, ők hárman uralják a dobogót. Legalábbis eddig. Aztán, hogy ma mi lesz, ez egy más kérdés. Nyilván ők fognak egymásnak segíteni is. Itt az időmérő folyamán láthatjuk is, hogy óriási szélárnyékozás megy most a srácok között. És ott Rós Andris villog is nagyban, hogy az előtte levő pilóta húzódjon le. Gyors körön vannak, ugyanis Tóth Dáviddal talán pont ő autózik most mögötte. Tóth Dávid, aki egyébként az egyik Tasi Sim Racing Challenge bajnoka is lett. Húha, ott csak nem engedi el Rós Andris. Na, most sikerült. Talán Varga Tibor Endre volt az, aki ott kicsit a srácok előtt ment. Közben egyébként Báli Gergő a Mira pilótája átvette a vezetést. Láthatjuk a képernyőn Gergőt a szobájából. Átvette a vezetést az időmérőn egy 2.35.424-es idővel. Hát Gergőt talán nem kell bemutatnom senkinek. A tavalyi VTCR eSports online bajnoka lett. A Next Michelin Challenge nyertese, úgyhogy ha minden igaz, akkor őt is hamarosan láthatjuk majd versenyautóba ülni a Mira színeiben. Tényleg az egyik legsikeresebb magyar szimulátor versenyző a képernyőnkön. És kíváncsi leszek, hogy ő mit tud ma mutatni. Hát, ahogy már itt említettem, tényleg olyan nevek vannak itt, hogyha csak a legjobb 10-be ők kerülnek be, akkor már piszkosul kemény harcokat láthatunk, tehát az a helyzet, hogy izgalmakban nem lesz hiányunk. Kis forgalom a pályán, ugye ez a nehézség, de úgy látszik a mirások szépen el is engedik egymást, pontosabban a többieket. Báli Gergő és mögötte ugye Csuti Zoli megy, ha minden igaz, amire a másik delegált pilótája ide erre a versenyre. Különbség a két autó között, hogy még Gergő autóján sárga a visszapillantó tükör, Csuti Zoltánén kék, innen lehet őket megkülönböztetni majd a pályán. Zoltán is egy pokolian gyors pilóta, úgyhogy rá is érdemes ezt figyelni, de hát annyi nevet tudnék mondani, akire érdemes lesz majd figyelni, hogy napestig sorolhatnám itt mindenkinek. Közben érkeznek a srácok, itt van a következő gyors körre. Hopp, nem, inkább a box utcába mennek ki a fiúk. Ugye jelenleg Báli Gergő vezeti az időmérőt egy 2.35.423-as idővel. Őt követi Nagy Dani mindössze 67 ezreddel lemaradva, majd Kis Norbi. És hát mire ezt kimondom? Addigra Dominik, Csikós Dominik feljön a harmadik helyre, bár az a helyzet, hogy nálam a telemetria, illetve a képernyőn látható hát az más időket mutat. Tehát a más eredményeket, úgyhogy remélem, hogy tehát nem tudom igazából, hogy melyik az igazi. De remélem, hogy ez a probléma, ez orvosolva lesz. Megkaptam az információt, amit a képernyőn látok, az a jó. Hát ez izgalmas lesz. Ismét Kis Normi a képernyőn. Figyelni kell majd ezt a piros Audit. Rengetegszer lesz majd ma képernyőn. Ugye hát Norbival együtt. Nem hiányozhat ő sem a kamerájával. Ugye jelenleg, ha minden igaz, akkor a harmadik legjobb ideje van az időmérőn. Ugye 2.30-at talán nem hiszem, hogy benézne bárki. Talán nem is mentek annyit itt iRacingben ezen a pályán ezzel az autóval. Még egyszer, tehát akkor a
sorrendben levő pilóták, ugye Váldi Gergő az élen, egy 2.35.4.24-jel, majd őt Nagy Dani követi, hát alig egy hangyabokányi lemaradással, ez a plusz 67 ezred, az szinte semmi. Majd jön Kis Norbi, jelenleg a dobogó harmadik fokán, de hát még közel 10 perc hátra van az időmérőből. Majd Rós Andris a negyedik. Ugye, hát Rós András a bajnokságban is azért előkerül helyet foglal el még. Második, egészen konkrétan. A dobogó második fokán áll 78 ponttal. A képen Nagy Dani. Jegyezzük meg ezt a fehér, citromsárga Audit is. Ugye már csak azért ismer ellenleg, ő a második az időmérőm. De tőle is minden bizony a bravúros megoldásokat láthatunk majd a verseny folyamán. Hamarosan átér majd a Lansimon felé Nagy Dani, ami szintén egy padlógázas szakasza lesz a pályának. Innentől kezdve lehet padlózni egészen a sikánig, amit hát nagyon nehéz lesz jól elfékezni. De jól látom, akkor Nagy Dani most nincsen mért körön, legalábbis itt elvette egy pillanatra. El is engedi a mögötte jövő versenyzőket. Eddig egyébként nagyon sportszerű mindenki itt az időmérőn, legalábbis amennyire én látom. Balesetet nem nagyon láttunk még, és szépen mindenki igyekezett elengedni a másikat. Ha más nem, akkor egy kis villogás kellett hozzá. Nagy Dani valószínűleg most megpróbálja megosnovolni majd Váldi Gergő idejét, és megpróbálja átvenni a vezetést, ehhez pedig egy nagyon jó kigyorsításra lesz majd szüksége a célregyenesre. Láthatjuk, fordul be az Audival, és innentől kezdve akkor indul a mért köre. Érkezünk majd a Lasorshoz, tűéles kanyar, nehéz jól megtalálni ezt a fékpontot, és hát ugye innen gyorsítanak rá a pilóták az Orúzsa, igyekeznek minél közelebb venni ehhez a betonfalhoz, és hát minél jobban kihasználni a pályát, láthattuk ezt Nagy Danitól is. Mint már említettem, egyébként a TCR Euróban versenyzik, itt érkezünk az Orúzshoz, majd a Radionhoz, a híres kanyar kombinációhoz, amit megint nagyon nehéz bevenni, ugye innen a pilóta fülkéből láthatjuk azt, hogy amikor leérnek a völgybe a versenyzők, akkor igazából nem nagyon látják azt, hogy pontosan hova fognak kiukadni. És nehéz így ugye a végére pontosan bekormányozni az autót. Közben a vanabisek, akik igyekeznek egymásnak segíteni, szerintem Rós András megint szélárnyokot a Tóth Dávidnak. Tóth Dávidnak jelenleg a hatodik legjobb időt tudta eddig autózni. 2.36.093, de most minden bizonnyal beérhet akár 2.36 halál, ha ez egy jó kör volt. Nézzük, mit tud menni itt a Wannabe Racing Team versenyzője. Nem tudott javítani, úgy tűnik. Avagy nem volt mért köröm, vagy pontosabban gyors köröm. Láthatjuk egyébként ritkán, hogy itt melegítik is a gumikat a pilóták. Az iRacing gumifizikája azért változott az utóbbi időben, és most már rengeteget számít a gumihőfok. És figyelnie kell erre a versenyzőknek, hopp, ott Nagy Dani csúszik meg egy picikét. És a mirások pedig igyekeznek egymásnak segíteni majd ismételten. De ahogy említettem már, a szélárnyék, mint Monzában, itt is kulcsfontosságú. Rengeteg hosszú egyenesen a pályán, ahol ez értékes századokat jelent a versenyzőknek. Itt a legjobb öt továbbra sem változott még. Váldi Gergő az élen, majd Nagy Dániel, Kis Norbi, Rós András és Csikós Dominik az ötödik. Egyébként ez az ötös az, aki eddig 2.36 alá be tudott nézni. De jó látni az, hogy majdnem a legjobb, majdnem az első 10 versenyző egy másodpercen belül van Váldi Gergőhöz, ami hát egy elég izgalmas első futamot jósol számunkra. Nagy Zsolt közben, fölülünk egy kicsit az ő autójára is.
Jelenleg ő a 9. legjobb idő. Ő az utolsó versenyző, aki még egy másodpercen belül van Váldi Gergőhöz. És hát ő az, aki egyébként Monzában a legnagyobb lesipuskás címet szerintem kiérdemelheti. A második futam végén ugyanis hát egy borzasztóan szoros befutó közeledett, amikor három pilóta versengett a dobogó második, harmadik és negyedik fokáért. Pontosabban inkább kettő, de jött Nagy Zsolt, aki kihasználta azt, hogy hát ők ketten el vannak foglalva egymással, és az utolsó kanyarban a parabolikában meg tudta előzni mindkettőjüket, és ezzel ő végzett másodikként a második futamon. Ezzel Rós Andrásékat maga mögé utasítva. Úgyhogy ilyen izgalmas akcióból talán ma sem lesz hiány. Melegítik egy kicsit a gumikat a Mira versenyző is. Elől Váldi Gergő volt, még mögötte Csuti Zoltán. Alig több mint 3,5 perc van hátra az időmérőből, és eddig Váldi Gergő idejét senkinek sem sikerült megdöntenie. Ez a 2:35-4:24 úgy tűnik, hogy igencsak erősen sikeredett a Mira pilótájától. És ott tudom, az időmérő egyébként nem fog folytatódni, miután lejár az idő, tehát amikor ez a 3 perces mutató nullára ér, akkor vége automatikusan az időmérőnek, nem lehet befejezni azt a kört, amit még akkor elkezd valaki, úgyhogy ha valaki még egy gyors körre beszeretne ugrani, akkor azért lassan el kell azt kezdeni, mint Zima Péter ilyen lehet. Zima Péter ezzel az idejével, amit most ment, egyébként fel is ugrott a 8. helyre, ha minden igaz. A legjobb öt továbbra sem változott. És fölülünk picit Váldi Gergő autójának a hátsó sárvédő ívére. Valószínűleg Csuti Zoltánnal ügyeskednek most valamit, egyébként a képernyőn is láthatjuk őt. Könnyen lehet, hogy Gergő most célárnyékot ad mögötte autózó csapattársának, és így próbálnak még egy utolsót oda csapni. Így is van, ott mögötte lehet ezzel a fehér, piros, fekete festéssel, a kék visszapillantó tükörrel Csuti Zolit látni, aki egyébként föl is ugrik a 7. helyre. Egy 2:36-113-as idővel. Másfél perc közben az időmérőből kis Norbi a képernyőnkön, aki jelenleg ugye a 3. helyet szerezte meg a 2:35-590-es idejével. A gyakorló szervert ő uralta, de hát ezért ez nem számít, itt a kvalifikáción kell megmutatni, hogy ki a leggyorsabb. Ez még egy utolsó mérkör lehet, ugye számára szélárnyékot nem biztosít senki, azért ez sem egy könnyedség, valljuk be. Utolsó szektoránál tart most már a pályának, érkezik a Blanchimon felé. Nagyon jól kell megválasztani ezt a kanyarívet, hogy padlógázon be lehessen venni. Ezek 240-nel mennek ilyenkor ezek a pilóták, ugye 6-os fokozatban. Itt pedig egy nagyon jó fékezés szükséges, hogy a sikán van a legtöbb rendületet vigye át ide. Célirányos ráfordítóra. Na nézzük, Norminak lesz-e valami újabb köre. Vagy marad ennél a 2:35-90-nél. Hát úgy tűnik, hogy nem sikerült javítaniak. Közben Tasi Attila is megérkezett egy gyors körrel, az 5. helyre elég mindez. 2:35-857-et tudott most menni. Ezzel pedig Csikós Dominikot tolta tovább a 6. helyre, és közben véget is ér az időmérőnk.
amit Báli Gergő tudott megnyerni. És láthatjuk most már a versenyzők egyébként töltenek is be a rajtrácsra. Itt látható tehát a rajtrácsunk. Báli Gergő az élről rajtól, őt követi majd Nagy Dani, utána pedig Kis Norbi és Rós András érkezik. Végül Tasi Attila, Csikós Dominik, Tóth Dávid, Csuti Zoltán, a 8. helyről rajtolhat majd Nagy Szilárd és Zima Péter pedig a 9. és 10. rajtpozíciót szerzi meg. 60. Bálint volt a 11. 60. Bálint egyébként hát Mihelis Norbinak nagy ellenfele volt korábban még, amikor a Swift kupában vívtak. Tudomásom szerint egyébként barátságot is ápolnak a mai napig, de neki nem jött össze olyan jól ez a karrier, ez az autóversenyzős karrier, most a Zsille Motorsportnál tevékenykedik legjobb értesüléseim szerint. Láthatjuk, hogy rengeteg versenyzőnk van. Ugye már a 40. helyet láthatjuk itt a rajtrácsban. Hát valahogy ki fognak férni a pilótáink. Szépen ez már a rajtrács vége lesz. És hát ne feledjük el, hogy a mai nap a legtöbb pontot szerző pilóta, itt ugye láttam 59-en fognak elindulni végül a pályán, az egy Samsung 870-es Evo 500 GB-os SSD-vel lesz gazdagabb, úgyhogy a pontokat megéri gyűjteni, persze ezeket a pontosan már ezt a nyereményt a hivatásos pilóták nem nyerhetik meg, viszont mindenki másnak adott a lehetőség, aki a legtöbb pontot szerzi, tehát az érről még egyszer Báli Gergő autóját érdemes figyelni, mellőle Nagy Dániel, mögötte pedig Kis Norbi, Kis Norbi mögött ott a másik pirosas Audi, egyébként Tasi Attila, és közben, ha jól hallom, el is indul a versenyzőnk, Báli Gergő jól kapta le a rajtot, és Nagy Dani, hát valami történt ott nála, mert beragad, lehet, hogy nincs a számítógépénél, minden esetre ő óriási handicappel kezdi meg ezt a tornát a második helyről, hát szegény beragadt a rajtnál, és nagyon hátra csúszott, ha jól látom, közben pedig Nagy Ádám, ha minden igaz, átveszi a vezetés Báli Gergő előtt. Remélem a Last Horse-ban különösebb problémák nélkül el tudtak jönni a versenyzők. Érkezünk az Orushoz. Rós Andrást láthatjuk itt, Tasi Attila környékén. Az élen akkor mégiscsak Báli Gergő autózik. Tóth Dávidék is jönnek. Igen, Báli Gergő megtartotta a vezető pozíciót. Viszont hát nyilván ugye Rós Andris itt a rajt utáni kalamajkánál mögé tudott jönni. Tasi Attila is, Kis Norbi is, ha jól láttam, egy komoly harcot vinnak, sőt Ati meg is előzte Norbit a rajt után, úgyhogy ott még egy komoly harc várható, viszont az első kettő név szerint ugye Báli Gergő és Rós Andris egész jól elhúztak ettől a párostól, sőt ha jól láttam, ott a belső ívre Norbi be is rakta az autóját, de hát utána egyből egy balos kanyar következik, úgyhogy onnan azért nehéz lesz, igen, Atit megelőzni. Nagyon próbálkozik Norbi, benéz minden oldalon, Báli Gergő továbbra is stabilan az élen, és hát Rós Andrisnak nehéz dolga lesz, ha őt utol akarja érni, ugye az időmérőt is szépen nyerte meg Gergő. Azt sajnálom, hogy Nagy Dani nem tudott elindulni, pedig azért minket egy izgalmas csatát láthattunk volna valószínűleg az élén, ugye ő 67 ezreddel maradt le mindössze a képen látható pilótától, aki a Mira színeiben versenyez. Attila, Tasi Attila továbbra is a harmadik helyen, de hát ott Norbinek is figyelnie kell a háta mögé, mert Csikós Dominik azért ő is nem hagyja őket nyugodni, na most ott megpróbálta berakni Norbi az autóját a belső ívre, és nem is az, hogy megpróbálta, hanem be is tette, sőt, talán egy picit le is tolta Attilát a pozíciójából, de így Norbi el tud jönni, sőt, lehet, hogy megint itt egy nevető harmadik szereplőt láthatunk Csikós Dominik személyében. Érkeznek a versenyzők a Blanchimonthoz, és itt hamarosan majd a sikára kell figyelni. Kis Norbi most az élen, ugye ebben a hármasból Csikós Dominik próbálkozik helyet keresni, meg Tasi Attila szeretne még ott valamit csinálni, mert ugye az a helyzet, hogy most egy hibának köszönhetően kettő helyet esett hátra, de Csikós Dominik nem találta meg ezt a fékpontot, úgyhogy most ő is pozíciókat veszít. Norbi megszerzi a harmadik helyet, mögötte Tasi Attila, majd pedig Csuti Zoltán, szintén a Mira versenyzője. Érkeznek a Last Horse-ba, és az első kettő, Báli Gergő és Rós Andris pedig szépen elhúzott itt Attilától és Norbitól. Itt, ha jól láttam, akkor különösebb komplikációk nélkül el tudtak jönni a versenyzők a rajtról, ott volt egy kis technikai probléma a közvetítéssel.
De ez egy öröm számomra, hogy nem nullázta senki a másikat. Nagyon féltem, hogy mi lesz itt a Last Horse-ban, illetve az Orúzsban. Itt láthatjuk egyébként a Campbell egyenes, ez majdnem 2 kilométer. És azért itt a szélárnyék, mint láthatjuk, Rósand is rendesen szippantja rá Báli autójára, de Rósand rá nem nagyon tud kivújni hova. És hát aki Báli Gergő ellen kell, hogy támadjon, na hát nem lennék a helyében, maradjunk annyira. Tehát lennék, mert szeretnék én ilyen gyorsan menni, de Báli Gergőt megelőzni nem egyszerű, nem véletlenül lett ő a VTCR eSports bajnoka, bár az egy másik játékban fut, de ott is igazából hasonló autókkal versenyeznek, ugye ezekre az első kerekes TCR autókkal. És Gergő nyilván igyekszik meglépni Rós Andrástól, még a háttérben ez a Tasi Attila Kisnorbi páros is úgy tűnik egy picikét széjjelebb rázódott, ugye most pont fordítva van, mint ahogy az előző körben láthattuk. Akkor Norbi támadta Attilát, most pont az ellenkezőjét látjuk, ugye mind a ketten versenyeznek a valóságban is. Attila VTCR szériájában a Honda gyári versenyzőjeként lép pályára, vagy hát aszfaltra, még Norbi pedig, meg is kapjuk egyébként képernyőn Attilát. A Kamion Európa bajnokságban szerepel a Revis Truck Truck Racing színeiben. De hát Norbit sem egyszerű megelőzni, és tudja ezt jól Atti is, akinek minden erejét be kell vetni. Ez egy 9 körös futam. A következő futamunk 7 körös lesz, viszont a legjobb 24, az első 24 versenyző pozícióra meg fog fordulni. Úgyhogy azért ott lesznek, lesznek nehézségei a leggyorsabb pilótáknak ott a rajt után. Beülünk egy picit Atti autójába is, belső nézetből figyeljük a dolgokat. Ugye láthatjuk azt, hogy a Báldi Rós duót az élen változatlan, és őket egy picit lemaradva követi a kis Tasi páros. Utánuk pedig ugye Csuti Zoltán, aki hát ugye ezt a Csikós Dominik hibát próbálta kihasználni, és igazából jól is tette. Közben jól láttam, mert egy lekörözésen is túl vannak itt a versenyzőink, ami egyébként ez szintén nehéz lesz, mert lesz itt valószínűleg lekörözés, ami megnehezíteti a pilóták dolgát egy-egy elengedés esetleg. Ugye Isten óvja attól a versenyzőinket, hogy a lekörözött pilóták esetleg balesetet okozhatnak. Közben ha jól látom egyébként, akkor felültünk Rós András autójára, aki a Camelben körbe tudta autózni Báli Gergőt, aki könnyen lehet, hogy valami hibát vétett az Orúzsban, ugyanis most Rós is az élre ugrik. Kár, hogy nem láttuk az akció elejét. Óriás itt megy így Rós Andrés, és itt láthatjuk a visszajátszást, már kibújt a szélárnyékból. És a Wannabe Racing Team pilótája az élre tör ezzel. Na de ezt a pozíciót megtartani Báli Gergő ellen, na az lesz az igazi kihívás, nem is, hogy megelőzni. És hátra van még azért jó pár kör. Úgyhogy itt még láthatunk izgalmakat, sőt különösen jó lenne, hogyha még esetleg a kis Norbi Tasi Attila duó is megérkezne a nyakukra. Na ott lenne még hadd elhad. Megnézzük kicsit Báli Gergőt is. Ő vezeti ezt a fehér, fekete, piros autót ott a második helyen, aki hát az első rajtkockából indult, de most a második helyre kényszerült. Közben úgy látom, hogy Attila sem nagyon talál fogást most Norbin. Ott a harmadik, negyedik helyen autóznak ugye ők ketten. Mögöttük kicsit messzebb pedig Csuti Zoltán és Csikós Dominik jön majd. Ugye jelenleg Norbi kevesebb, mint egy másodperc, sőt egyébként Attila is, pont egy másodpercen Attila Rós Andristól, tehát egyáltalán nem lehetetlen ez az utolérés, főleg ha Norbi majd belekapott rendesen Báli Gergő szélárnyékába. Közben egyébként Csikós Dominik is közelít Csuti Zoltánhoz. Próbálkozik valami lehetőséget keresni, be is ülünk Csikós Dominik autójába, hogy ő egyszer itt már fékezett egy rosszat, beteszi a belső ívét a sikámba, ez piszkosul nehéz, de be tud bújni! Nézzük, vissza tud-e támadni valahogy Csuti Zoltán. Avagy ez az egyenesre marad a kigyorsítás, talán jobban kapta el Csuti Zoltán, be is ülünk az ő nézetében, látjuk, hogy a szélárnyékból kibújva a külső ívről fog majd a Lasorsban próbálkozni, most jön vissza csak az ideális ív felé Csikós Dominik, de itt az Orúzsban, vagy az Orúzs után inkább
A Camel egyenesben jöhet még előzés. Csuti Zoltán porzasztóan közel van Csikós Dominikhoz, akinek a szélánéka, mint egy porszívó szippantja rá az autót, láthatjuk is. Érkeznek az Orúsba, majd a Rádiónba, amit hát hogyha Csuti Zoltán jól kap el, már pedig úgy tűnik, hogy jobban kapott el, mint Dominik, akkor meg lehet neki az előzés, már jön is ki a szélánékból, és itt most majdnem 2 kilométer áll rendelkezésre azért, hogy ezt meg tudja csinálni, ezt a manőver Zoli közben. Láthatjuk azt is, hogy érkeznek itt a lekörözöttek, nem véletlenül villogott itt Dominik, óriási a forgalom a pályán, viszont kívülről próbálkozik Csuti Zoltán, nem tudott elmenni az egyenesben Dominik mellett. De hát hosszú még ez a futam. És Csikós Dominik most imádkozik magában, hogy nehogy a lekörözöttek föltartsák, mert láthatjuk itt Rós Andrisék is óriási pofoszkodásba kerülnek, ha jól láttam, ugye visszavette a vezetést Bári Gergő, és Kis Norbi a második helyen, miközben Tasi Ati is próbálkozik ott még pozíciót fogni, és Rós Andris könnyen lehet, hogy az első helyről kiszorul a harmadikra. Tasi Attila kerék a kerék mellett küzdenek, ami hát nem túl szerencsés ezekben a kombinációkban, itt egy év az, amivel igen jól el lehet menni. Be is ülünk Attila autójába, aki most a negyedik próbálkozik itt bevágódni a belsőre, de azért láthatjuk azt, hogy Rós Andris is keményen fogja ezt az ívet. Ati arcán a koncentráció jelei mutatkoznak, nem is fog pislogni szinte egész körben. Összeszorított fogakkal próbálkozik megelőzni Rós Andris, és itt ezt vártuk, hogy az élen legyen valami kis izgalom. Ugye Bálig Ergő visszavette a vezető szerepet, amíg mi ugye Csuti Zoliékkal foglalkoztunk, addig hát úgy tűnik, hogy valamiről lemaradtunk az élem. Nem tudom, hogy került Rós Andris a harmadik helyre, de Attila már nagyon túl szeretne rutni rajta, ugye ez az a probléma, hogy amíg őt be van szorulva Rós Andris mögé, addig bizony Kis Norbi és Báli Gergő szépen előre mennek. Egyébként gyanítom, hogy a lekörözöttek környékén lehetett valami kalamajka, és emiatt történt ez a kis pozíciócsere. Attila mennyire közel van, talán hozzá is ért Rós Andrishoz, próbálkozik egy jó kigyorsítást venni, de hát Rós Andris láthatjuk, hogy pazar módon védekezik. Helikopter szemszögéből követjük most ezt a négyest, azért látszik, hogy picit már itt Gergőjék előrébb vannak, mint a rajt utáni szerepek, szinte ugyanígy történik most ez az egész. Norbi próbálkozik valami jó pozíciót fogni ott Gergő mögött, hát ha majd esetleg a Camelben megpróbálhatja, de azért messze van, ott van, van közel 200 a két pilóta között. Nyilván egy jó úrus vétel esetleg, amit ha Báli el is ront, akkor jó lehet még Norbinak, hogy emlékezhetünk arra, hogy Báli Gergőt is itt előzte meg Rós Andris a Camelben. Attila nem fogja tudni megelőzni Rós Andrist, de nézzük, azért ki fog bújni Báli Gergő szélárnyékából. Kis Norbi megnézi, de itt a lékomban nem fog tudni bejönni mellé, de láthatjátok, alig fél méter van a két autó között, pokolian közel autóznak egymáshoz, és Attila látjuk, hogy talán még egy picit gyorsabb, mint Rós Andris, de egyszerűen nem tudja megelőzni őt. Viszont Rós Andrisék is ráértek itt Norbira, aki lehet, hogy hibázott egy picit. Ugye Báli Gergő ebben reménykedik, hogy hát ha itt a mögött levő hármas annyira zavarja majd egymást, hogy ő esetleg kicsit meg tudna lógni előlük. Nyilván amint ugye mögüle kikerülnének a szélárnyéből, hát nem mondom, hogy hátradőlhet Báli Gergő, mert mégiscsak 3 pokolian gyors pilóta autózik mögötte. De talán egy picit megnyugodhat, talán nem kéne minden másodpercben azt a tükröt sasolni. Láthatjuk Norbit, aki azt látjuk, hogy talán nem a legboldogabb, igyekszik nagyon koncentrálni, a második helyen autózik, de hát nem elégszik meg ezzel, véleményem szerint az élre szeretne törni. Attila is nagyon közel van Rós Andrishoz, akit hát látjuk, hogy nem egyszerű megelőzni. Mögöttük Csikós Dominik, aki ütnik, megtartotta pozícióját, majd Csuti Zoltán, Tóth Dávid, Hatvani Bálin, Nagy Szilárd és Módos János, ez az első 10 pilóta sorrendje, és biztosan vannak érdekes pillanatok a mezőny másik részében, de hát annyira izgalmas, ami itt az első 4 versenyző között történik, egyszerűen nem tud leváltani oda. Hát 60-an vannak majdnem a pilótáink, lehetne 3 splitet is csinálni itt, miközben Kis Norbi lopja a távolságot Báli Gergőhöz képest, és talán majd a sikánban meg is próbálkozik egy előzéssel, nyilván ehhez Báli Gergőnek is lesz egy-két szava. Na nézzük Norbit, megpróbál beugrani a belségre, megpróbál, de tudja jó, a Gergőt nem kéne kiütnie, inkább kicsit jobban rá is fékezett, itt a kigyorsítás sem a legjobban jön össze neki, de nem adja föl Norbi, hátra van még 5 kör, láthatjuk.
És hát megint itt egy lekörözött versenyző érkezik, majd mindeközben próbálják kicsit törni talán a szélárnyékot is, miközben Tasi Ati megpróbál bejönni a belső éve Rósanikhoz képest itt a Lasorsban, talán meg is tudta előzni, igen, meg tudta előzni Tasi Attila Rós Andrist. Ezzel tehát Bárdi Gergő, Kis Norbi, Tasi Attila az első három sorrendje. Itt láthatjuk a visszajátszást. A szélegyenes végén már a belső ívre helyezkedett Ati, és igazából itt Rós Andrist el is engedte, érezte, hogy talán most már sok volt. De szerintem tudja ő tartani a tempót Attilával, akinek most egy feladata lesz, minél közelebb kerülni Norbiékhoz, és esetleg a nevető harmadikként megpróbálkozni, beesni oda, mindeközben Norbi úgy tűnik, hogy gyorsabb itt az egyenesben, és körül tudja autózni Bárdi Gergőt. Láthatjuk ezt már Rós Andristól is, ugyanitt, ugyanekkor, pár körrel ezelőtt történt az az előzés. Ezzel pedig Kis Norbi az érre kerül, és Bárdi Gergő nyomában már ott van Kis Attila. Hát ez a legrosszabb, amit kívánhat magának egy versenyző. Előtte Kis Norbi, mögötte pedig Tasi Attila. Hát ezen a szerveren két gyorsabb pilóta jelenleg úgy tűnik nincsen, közben előttük egy lekörözött, nehogy rosszul jön vissza a pályára, aztán itt megbolygassa a dolgokat, okosan csinálja, bárki volt, az ki is ment a fűre, hagyja a nagyokat elmenni. Óriási harc várható még itt, négy kör van hátra, mi lesz még itt a jó ég? Hányszor cserél majd gazdát az első hely? Hát volt már az élen Bárdi Gergő, volt már az élen Rós Andris, most pedig Kis Norbi látható ott, aki a harmadik helyről rajtolt emlékeim szerint. Hát ez a négyes borzasztóan közel van egymáshoz. Húzzák egymást a srácok. És láthatjuk a koncentrációt. Norbi sem fog pislogni most még egy darabig. Szeretne leszakadni valahogy Bárdiékről, és ez most úgy tűnik egy picit össze is jön. Olyan 35 ezred van most két pilóta között. És azért azt tegyük hozzá, hogy Bárdi Gergőnek a tükröt is néznie kell, igen aktívan, mert hát Tasi Attila autózik mögötte, aki még egyébként akár az élre is törhet, hogyha itt most el tudja kapni valahogy Bárdi Gergőt, mert hosszú még ez a történet, és nézzük meg, hogy helyezkednek egymáshoz. Tasi Attila a külső évről próbálja majd meg, ami jó lesz neki, mert a sikámban ugye itt most balra kell fordulni, a belső évről Tasi jobban kapja el vajon a kigyorsítást, mint Gergő, nem, úgy tűnik nem, és még azért Rós Andris is beleszólhatnám ebbe a történetbe, aki bizony-bizony ott lehet még, hát nevető harmadikként, nevető negyedikként, azt sem tudom melyik számot mondjam már itt. Mindenki kapaszkodik a kormányba, senki sem szeretne hibázni. És most talán Tasi Attila kicsit le is szakadt itt. Ugye megpróbáltam megelőzni, közben meg is kapcsolják hozzánk itt Tasi Attilát, aki Samsung G7-es Odyssey monitorokkal küzd egyébként, ott három darab monitor látható. Hát előtte, meg mellette igazából, tényleg állítása szerint is gyakorlatilag olyan az élmény, mint hogyha a saját versenyautójában ülne. Mindeközben itt óriási szélárnyékozás, próbálják picit törni is a szélárnyékot a versenyzők a pályán jobbra-balra cikázni. És ha jól látom, akkor ott meg is próbálta azt az előzést Bárdi Gergő Norbihoz, bebújt a belsőre, de ezt most nem lehetett. De ha ilyen közel tud maradni bizony a képen látható Bárdi Gergőnk Norbihoz, akkor a következő körben bizony lehetnek még itt problémák. És elmondhatod magadról, hogy vezetsz egy futamot körökön át, de ha a végén nem téged intenek le az első helyen, azért az mégis olyan jó, valljuk be. És hát ne feledjük el, hogyha bármi hiba történik, picit összeérnek a versenyzők, valami kis galiba van, akkor még Rós Andris ott áll a háttérben a negyedik helyen. És át, hát Monzában, aki nézte azt a közvetítést, de egyébként a legjobb pillanatokban is benne van, ugyanez történt, hogy a második helyre Nagy Zsolt emlékeim szerint így tudott bejutni a második futamban, hogy egyszerűen a Rós Andrisékat, akik ott vívtak a dobogó két fokán, az utolsó kanyarban meg tudta előzni. Rós Andris mögöttéként Csikós Dominik azért már jobban le van szakadva, közel 5 másodperc a hátrány, úgyhogy ő talán már nem érne oda kis hívák esetén, de ez a négy versenyző igazából szinte bármelyikük megnyerheti. Bármelyikük odaérhet a dobogó legfelső fokára. És mi lesz még itt akkor, amikor a következő futamban a legjobb 24 versenyző megfordul? Talán nem is maradt hangom a végére. Az is elképzelhető. Nagy Dániel egyébként a 45. ugye, hát mi lett volna még itt, hölgyeim és uraim, ha Nagy Dániel el tud rajtolni a második helyről? Ugye ő volt az, aki
talán 67 ezreddel maradt le mindössze Báldi Gergőtől az időmérőn. Ugye közel vannak itt egymáshoz, egyébként Tasi Atiék. Könnyen lehet, hogy a Lassortban egy erőzési kísérletre is sor kerül Attila részéről. Tehát Báldi Gergő is megpróbálhat Norbihoz beesni. Megint nagyon közel vannak, megint nagyon szoros a verseny, és két kör még hátra van, ugye egy 9 körös futamról beszélünk. Érkezik a 4-es vonat. Hát ezeket a neveket szerintem napokig fogom még sorolni, annyiszor mondtam már ki őket. Annyira közel vannak egymáshoz. Orúzs majd a Radillon, és kis Norbihoz bizony-bizony egyre közelebb kerül Báldi Gergő, egyre közelebb kerül, kibújik a szélárnyékból, ott van még Tasi Ati is, aki beszállhat ebbe a buliba. A külső évről fog majd próbálkozni Báldi Gergő, Tasi Ati be is áll az ő szélárnyékába, ez neki a legjobban jön ki, hárman vannak egymás mellett, borzasztó szoros lesz így ez a kanyar, Norbi visszaesik a harmadik helyre, Báldi Gergő újra az élen, Tasi Ati a másodikon. De hát még közel sincs vége, Rós Andrés is megpróbálkozik ott még egy pozíciót lopni Norbival szemben, aki az elsőről egy egyenes után a harmadikra esik vissza. Hát erről beszéltem itt még a felvezetésben, hogy ez a Camel egyenes a majdnem két kilométerével óriási lehetőségeket tartogat a pilótáknak. Egy jó orúsbevétel és szélárnyék után nincs lehetetlen, és láthattuk azt, hogy most Norbi talán egy picit rosszabban jött ki az orúsból, majd a Radillonból. És ez okozta a vesztét, mert a harmadik helyre ugrott vissza. De hát ne feledjük, két kör még hátra van, a két kör alatt bármi megtörténhet. Hát vezetett már itt Rós Andris. Tulajdonképpen ebből a négyesből talán Tasi Attilán kívül mindenki az élen volt már, de lehet már Attila is kezdem elveszni a fonalat, annyiszor cserélt már gazdát az az első hely. És azért itt értékes pontokért küzd mindenki, az első helyért 48-at, a másodikért 41-et, a harmadikért 38-at, a negyedikért pedig 35-öt osztanak. És a képen látható négy versenyző közül Rós András jelenleg a második a bajnokságban. Neki nagyon kellenének a pontok. És ugye ő egy olyan versenyző, aki esélyes lehet a Samsung 870 Evo 500 gigás SSD-re is, amit ma fognak osztani. Mindeközben pedig Norbi próbálkozik Tasi Ati mellé bekerülni itt a puhonba. Na ez egy óriási mozdulat lehet itt még. A sikánnál még Tasi Attilak lesz esélye visszatámadni, mert úgy tűnik, hogy most Norbi el tud jönni. Tasi Ati kisodródik a pályáról, de itt a sikánnál, ajaj, még Rós Andris is benézhet. Na ő lehet a nevető a harmadik, ezt sem tudom hányszor fogom amíg kimondani. Ati most el tud fordulni belül, megtartja a pozícióját, nagyon szépen csinálta hidegvérrel, agresszívan védekezte le a pozícióját. De hát Norbi még ott leskerülik, de nézd meg, Rós Andris is bejött már Norbi mellé, a külső évről próbálkozik majd. Norbi szélárnyék nélkül maradt a célegyenesben. Rós Andris viszont nem tud most bekerülni mellé, de nagyon közel vannak egymáshoz. Báldi Gergő örül ennek a legjobban, tapsikol. Hát tapsikolna, hogyha nem két kezzel fogná a kormányt. Mert ő most itt megléphet majd az orúzs után, és így szinte bebiztosíthatja a győzelmet magának a Mira versenyzője. Láthatjuk, fölérnek most itt a hosszú egyenesre, padlógáz. Lássuk ki, hogy jön majd ki itt a pofoszkodásból. Tasi Ati jelenleg a második, Rós Andris is picit le van maradva, de Norbi már bejött a belső ívre. Hát a lékomban itt bekerülhet még Norbi. Fejfemelt a két versenyző, ő fog elfordulni a belső íven, de referegyük itt mindjárt egy balos jön. Tasi Ati pedig kívülről próbálkozik majd visszaelőzni, de nem tud elmenni Norbi mellett. Kis Norbi följön a második helyre, és ne feledjük, az utolsó körben vagyunk. Sőt, Tasi Atit úgy tűnik, még Rós Andris is megpróbálja megelőzni, hát mi lesz még itt? A másodikról visszaesett a negyedikre is akár Ati. Rós András autójába ültünk be egy picikét. Leköröznek gyorsan egy versenyzőt, ő nem fog beleszólni ebbe a harcba, addig nagyon sportszerűen versenyez mindenki, akit láttunk a képernyőn, akiknek kék zászlót lengetek, ők is elengedik a másikat. Nagyon tiszta versenyről van szó, és itt az utolsó körben, hát Báldi Gergő, ha csak nem hibázik, akkor szinte biztos, hogy az első helyen kerül leintésre. De mögötte ott van kis Norbi, akit hát Tasi Attilának nem lesz egyszerű becserkészteni, most ő is picit távolodott tőle, de Rós András még mindig elkaphatja Tasi Attila grabancát. Nincsenek ők olyan messze egymástól. Báldi Gergő autójának a hátuljáról nézhetjük ezt a négyest, ami most picit talán széjjelebb is rázódott.
érkeznek a Puanba a pilóták. De szélesen vették Rós Andrásék ezt Attilával, mindannyian megpróbálták nyilván a legtöbb sebességet átvinni. Itt a sikánban pedig még Kis Norbi megpróbálkozna megelőzni Báli Gergőt, hát megpróbálkozott, de könnyen lehet, hogy aki másnak vermetás maga esik bele, még megelőzik a végén őt Attiláék. Hát ez nem jön össze. Végül tehát a befutónk Báli Gergő, az első Kis Norbert, a második Tasi Attila, a harmadik Rós András, a negyedik, az ötödik helyre Csikós Dominik érve, majd Csuti Zoltán, Tóth Dávid, Hatvani Bálint, Módos János és Nagy Szilárd. Ez tehát az első 10. Hát ez egy leizzasztó verseny, vagy ez izzasztó verseny volt így elsőnek, és mi lesz most, amikor megkeverik majd a paklikat, és a legjobb 24 megfordul. Ez azt jelenti, hogy Báli Gergő a 24. helyről fog indulni, Kis Norbi a 23-ról, és így tovább. Hát onnan fölközdeni magukat nem lesz egyszerű ezen a pályán. Főleg a rajt lesz nagyon érdekes, reméljük most jobban fogjuk látni, mint legutóbb. Itt látható tehát a befutó. Báli Gergő az élen, Kis Norbi a második, majd Tasi Attila, Rós András, Csikós Dominik, Csuti Zoltán, Tóth Dávid, Hatvani Bálint, Nagy Szilárd, Módos János, ez volt tehát az első 10, majd őket Balassa Péter követi, Szijjártó Krisztián, Henrik Dávid, Fecske Tamás, Kovács Sámuel, Rádi Péter, Takács Gergely, Nyilas Lehel, Bodnár Boglárka és Wittmann Tibor, ez tehát az első 20. Nagyon szoros versenyt láthattunk itt. Az első hely rengetegszer cserélt gazdát. És hát mi lesz itt a következő futamunkon? És megkapom az információt, Varga Bence indul majd az élről. Ő lett a 24. tehát. És elbúcsúzunk most egy rövid időre tőletek, elvonulunk egy rövid reklámszünetre, és érkezünk vissza a második futammal. We'll be right back.
Üdvözlöm Önöket, ez itt továbbra is az ExpertNet Tasi Sim Racing Challenge Powered by Odyssey. Jó magam, Székely Márton vagyok, és az első futamon túl is vagyunk. Amit a reklámban láthattak, a Next Level Racing GT Lite szimulátor ülés, ez a fődíja a bajnokságnak, viszont fontos, hogy ezt nem az a pilóta fogja megnyerni, aki a legtöbb pontot szerzi összesítésben, hanem az a pilóta, akit majd kisorsolnak egy kalapból. Mi kell ahhoz, hogy ebbe a kalapba bekerüljön az ember, jogos a kérdés? Nos, minden futamon el kell indulni, mind a 6 fordulón el kell indulni, ezeket a fordulókat 2 hetente tartják, most vagyunk a másodikon, az előző 2 héttel ezelőtti alkalmon pedig Monzában versenyeztek a pilótáink, illetve hát a mai nap folyamán, mint ahogy minden forduló folyamán, lesz egy pilótánk, aki a legtöbb pontot gyűjti, ez a múlt alkalmon Tóth Dávid volt, ő akkor egy Samsung 970 Evo Plus 500 gigás SSD-nek lett a boldog tulajdonosa, ő már nem nyerhet még egyszer, de most nem is áll olyan közel hozzá, ugyanis jelenleg a legközelebb álló versenyző ehhez nem más, mint Rós András, ő a mai napon egy Samsung 870 Evo 500 gigás SSD-vel lehet majd gazdagabb, persze, hogyha a mostani futamon is szállítja majd a pontokat, ami elég lehet ehhez a győzelemhez, hogy a nap, idézős nap pilótája legyen, az MVP-je legyen a napnak. Aki esetleg nem lett volna itt az előző futamunkon, ezt végül egy borzasztó szoros befutóval Báli Gergő nyerte, Kis Norbi lett a második, Tasi Attila a harmadik, és Rós András pedig a negyedik. Az első 4 pilótát, ahogy ugye az első 3 pilóta viszont innen nem nyerhet ilyen SSD-t, úgyhogy nem vesznek részt ebben a sorsonásban lévén. Ők ugye igazolt versenyzők, a valóságban is versenyző pilóták, pontosabban Báli Gergő ugye majd csak fog, ha minden igaz. Ugye ő lett a Next Mihalis Challenge-nek a győztese, közben remélem, hogy itt hallottak végig, mert volt egy kis hangzavar az én fülemen is. Ha esetleg nem lett volna, de hallottak, nagyon jó, köszönöm szépen az információt. Az a lényeg, hogy most a pole pozícióban, ha minden igaz, akkor Varga Bence indul majd, aki az előző futamon a 24. lett. Ez azt jelenti, hogy a legjobb 24 pilóta az előző futamból fölcserélődik, megkeveredik a pakli, a kártyapaklink, és aki az első volt, ő a 24. helyről indul majd, aki a második volt az első futamon, ő a 23. helyről indul, és így tovább, még aki a 24-ről indult, a pole pozícióban rajtolhat majd, ő nem lesz más, mint Varga Bence. Reméljük, hogy az előző futamon némiképp technikai hibával küzdött Nagy Dani, aki a második helyet szerezte meg az időmérőn, de a rajtnál nem tudott elindulni. Reméljük, hogy most azért megérkezik majd a pályára, ítelhetjük a rajtrácsot, tehát Varga Bence az érről, az a Balázs, majd Gábor György követi őt, Olá Gergely a negyedik helyről indul, Wittmann Tibor, Bodnár Bográrka, Kis Norbi talán, Takács Gergő, Rádi Péter, Kovács Sámuel, Fecske Tamás a 12. helyről indulhat majd, Henrik Dávid, Szijjártó Krisztián, Balassa Péter és Módos János, majd Nagy Szilárd, Hatvani Bálint, Tóth Dávid és Csuti Zoltán a 20. helyről rajtol, őt követi Csikós Dominik, Rós András, hát csalóka nekem kicsit ez a rajtrács, Tasi Attila és Báli Gergő pedig a 24. helyről indul, ugye ő az, aki megnyerte az előző futamot, ezzel egyébként 48 pontot nyert, a többiek pedig az előző futam befutójához képest rajtolnak a 24. helyről visszaszámítva. Na itt egyébként hamarosan, sőt nem hamarosan, most kiereszolnak a lámpák és elindulnak a versenyzők, de leginkább majd Báli Gergőre kell figyelni, akik próbálnak minél több pozíciót fogni a rajt után. A Lassorsra kell nagyon figyelni, majd az Orúzsra, hogy a versenyzőink nehogy valami balesetet okozzanak egymással. Jelenleg elvileg Gábor György az élen. Uha, és itt most úgy látom, van némi elfékezés. Uha, nem nézett ki túl jól az az autó, és jó néhányan kicsit túl is futottak a kanyaron, de úgy tűnik komolyabb baleset nélkül megúszták a pilótáink. Kis Norbi már a harmadik helyen autózik, ami érdekesség számomra, és neki a 23-ról kellett volna rajtolni. Minden esetre itt úgy látszik a Vanavi Racing Team óriási csatát vív egymással, egymás hegyén hátán a versenyzők, 3-an 4-en egyszerre próbálják bevenni
a légkomb kanyar kombinációt, ami hát nem feltétlenül erre van kitalálva. Itt most már szépen lassan kezdenek besorolni egymáshoz képest, de hát ahogy említettem, közel 60-an indulnak a pilóták ezen a futamon, tehát nincs könnyű dolga senkinek itt pozíciót fogni. Báli Gergő most már ugye a 14. helyre jött előre. Rós András a 15., Csuti Zoltán a 16., ugye rájuk kell még figyelni. És Kis Norbi pedig az érel, ami számomra kicsit érdekes. Láthatjuk a szokásos Audit, ez nem csalás, nem állítás, ez minden bizonnya a Norbi. Csak hát ő az előző futamon ugye másodikként ért be, ami abban a szempontból érdekes, hogy ugye fordított rajtrács után neki elvileg 23. rajtkockából kellett volna elindulnia. Most ehhez képest a telemetriám szerint a 7. indult, ami némi félreértése ad okot. Ugye Norbi nem lehet a nappilótája, ő nem nyerheti meg a Samsung 870 Evo 500 gigás SSD-t, de ettől függetlenül azért érdekes lesz ez így. Ugye ő most el is húzhat akár a többiekhez képest, közben ajjajajajaj, itt Olá Gergőjék kicsit összetörték egymást a sikánnál. Ez a féktávot kicsit elnézte a pilóta, és szegények most ki is ütött magával egy versenyzőt. Hiszen itt a visszajátszás, Olá Gergő megpróbál valószínűleg bevágódni a belső ívre, talán úgy is érezte, hogy előtte kicsit korán fékeztek, és nem is az előtte autózót, hanem aki kettőről előtte ment, ő sikerült kiütnie, és hát ez az Audi, ez valószínűleg nem fog tovább menni, elég komoly sérüléseket szenvedhetett. Azon továbbra is Kis Norbi az élen, aki borzasztóan elhúzott Báli Gergőtől, aki már a második helyre ért, nem is értem, hogy tudott ilyen gyorsan átugrani a mezőnyön. De hát láthatjuk, hogy ezért Tóth Dáviddal üt még parázs csatát vívhatnak, össze is érnek ketten, és Tóth Dávid megpördül Báli Gergő, és a füvön Tóth Dávid lehet, hogy lenullázza az autóját, Báli Gergő tovább tud jönni, de sérült ez az Audi, és hát ismerjük, hogy ezen a pályán bármilyen kis karcolás az autón aerodinamikailag nem tesz túl jót a kocsinak, kicsit lassabb lesz, így könnyen lehet, hogy Báli Gergőnek meg kell látogatni a box utcát, ami azt jelenti, igen, kicsit furcsán vette az orús, de ez még nem oka arra, hogy kicsúszott. Itt megérkezik mellé Tóth Dávid, aki igazából hát majdhogy nem letolta az aszfaltról. Nem volt elég helye Báli Gergőnek, ha jól láttam. Próbált visszajönni az aszfaltra, nehogy a fűre kikerüljön. Aztán végül ezzel beforgatta maga elé Tóth Dávidot, aki nem hagyott neki elég helyet. Most ezt nem láttam, hogy Tóth Dávid mellett autózott-e még valaki, aki miatt nem tudott Dávid elég helyet hagyni Báli Gergőnek, vagy csak szimplán kicsit letolta az útról. Ugye Tóth Dávid pokolnyian gyors pilóta, és hát rendkívül agresszív vezetési stílusáról ismeretes. A legutóbbi Tasi Sim Racing Challenge-et egyébként ő nyerte meg. Egyébként bajnoka a szériának, illetve Monzában is ő szerezte a legtöbb pontot. Jelenleg tehát Kis Norbi az élen, Rós András a második, Csuti Zoltán a harmadik, Nyilas Lehel a negyedik, Báli Gergő pedig az ötödik, de kíváncsi leszek, hogy az ő autója most mennyire kapott ebben a kontaktban. Hát Tóth Dávid szerintem ki is állt a futamból. Nézegetem őt itt a telemetrián, de nem igazán látom. Igen, láthatjuk, Báli Gergő autója nincs a legjobb állapotban, és el is fognak menni mellette. Takács Gergő tudta őt itt megelőzni a puhonba, és érkeznek ám mögötte rengetegen, hát Tóth Dávidnak nincsen könnyű dolga, Báli Gergőnek nincsen könnyű dolga, nem fog kimenni egyébként a box utcába. Gergő úgy tűnik, folytatja ezzel az autóval, ugye most megelőzte őt Takács Gergely, és hát támadja jelenleg 60-i Bálint. Láthatjuk Báli Gergő kameráját, de közel voltak egymáshoz. 60-i Bánt Kis Norbinak, Mihelis Norbinak, elnézést, itt a nevekben kicsivel nem vagyok kavarodva. Volt a nagyvetétársa még a Swift kupában. Óriási csatákat vívtak. Anno, talán 2006-ban.
És úgy tűnik, hogy Bádi Gergő mellett el is tud jönni az Orúsban. Brilliáns erőzés 60-i Bálinttól, és Bádi Gergőt, hát bizony, igen, ez az Audi, ez sérült. Láthatjuk, mennyivel lassabb a többiekhez képest. Szépen sorjában mennek el Bádi Gergő mellett. Somogyi Márk is elment. Marázs János is. Szijjártó Krisztián is. Úgy tűnik, hogy Bádi Gergőnek ez a futam, ez nem fog a legfényesebben sikerülni. De hát ha bemegy a box utcába, és ott megjavítják az autóját, azzal talán még többet veszít, mint ha most itt kimarad. 5 kör még hátra, ugye ez egy 7 körös futam. Kár ezért a balesetért. Nyilván Dávid sem így szerette volna minden bizonnyal. Viszont a Mira örülhet, a Mira csapata, ugyanis Csuti Zoltán a harmadik helyen autózik. Úgyhogy ő mindenképpen azért itt pontokat szerezhet. Láthatjuk, hogy a nagy nyugalomban, magányban, békességben, ugyanis Rós András előtte majdnem 6 másodperccel van, mögötte is pedig közel 3 másodperccel autózik Nyilas Lehel. Úgyhogy Csuti Zoli, akinek az autója, ha jól látom, szintén azért kapott valamennyit. Oldalról nincs más dolga, mint ott szépen van, miközben Gyűrik Bence is meg fogja előzni, úgy tűnik, Bádi Gergőt, aki szépen lassan esik hátra. Azért nem hagyja magát Gergő. Beleáll a harcokba, még ha az autója nem is a, nincs is a legjobb állapotban, azért próbálkozik még megtartani itt a helyét, de egyszerűen láthatjuk, hogy lassabb az egyenesben. Nincs a legjobb állapotban az aerodinamikai csomag a kocsin, és szépen lassan itt a Vanabi Racing Team versenyzői mind-mind elmennek mellette. Igen, Bádi Gergő autóját már... Jaj! Meglökik egymást itt ketten! Kovács Ádám és Gyűrik Bence talán. Két delikvens, akik megpörögnek, olyan nagy sérülés, talán egyik autó sem szerzett. Láthatjuk, Gyűrik Bence érkezik, az ő autójára ülünk föl. De puhamban nem értették meg egymást. Igen, talán Kovács Ádámmal történt ez a kis baleset, aki belülről picit megtolta Bencét. Aki szintén miután elvesztette a kontrollt az autóval, nem tudott mit csinálni. Örüljünk annak, hogy másokat nem törtek össze, bár ahogy látom, Gyűrik autója nagyjából megúszta ezt a kalandot, csak jó pár pozíciót vesztett ezzel. A versenyző a 17. helyre esett így vissza. Igen, hát ez, hogy a 24 pilóta megfordul, ilyen fordulatokat is hozhat. Megfordul, hát ugye megcserülnek a pozíciók a rajtnál. Ilyen fordulatokat hozhat, az továbbra is egy óriási kérdés, hogy Kis Norbi hogy rajtolt a 7. helyről. Ennek közben Takács Gergely készül előzni a Lékomban. Nyilas Lehel mellett ment el, ha minden igaz. És ezzel ő, Takács Gergely feljött a 4. helyre. Csuti Zoltánt veheti üldözőbe, de van ott egy 4 másodperc, majdnem 5 másodperc, amit le kell dolgoznia. Ja, és itt is meglökik egymást egy picikét. A versenyzők, itt 60-i Bálint. És Nyilas Lehel pofoszkodnak, ha a szemem nem csal. Kis Norbi, zavartalanul az élem. Rús András is köszöni szépen, jó van ott a 2. helyen. És ezzel úgy tűnik, hogy tényleg ő lesz az a versenyző, aki a mai nap a legtöbb pontot begyűjti, és nem hivatalos pilóta. Ezzel nagy valószínűséggel az övé a Samsung 870 Evo 500 gigás SSD, amit a mai nap legtöbb pontot szerző pilótájának osztanak. Ez a Varga Péterék próbálkoznak itt Prem Szabolcssal, és ki is lökték egymást, legalábbis Prem Szabolcs mindenképpen kicsúszott. Szegény Prém Szabolcs hátra is csúszott ezzel a kis manőverrel. Szijjártó Krisztiánék, Balázs János nagy híveket, ők is összeérnek. Sajnos ez a futam azért nem mentes a koccanásoktól. Az első futam az elég tisztán futott le, vagy csak nem láttuk ezeket a pillanatokat, de visszatámadás is
érkezik. Szijjártó Krisztián végül nem tud elmenni Balázs János mellett. Láthatjuk a híres kanyar kombinációt, az orúst, talán a leghíresebb az autóversenyzés történelmében. A Szijjártó Krisztián megpróbálkozik körbeautózni. Balázs János itt külső évről próbálkozik majd a Lékonban, övi a tempó előny itt az egyenesben, azért Somogyi Márkra is figyelni kell a háttérben, aki még itt megpróbáltán beleköpni ebbe a levesbe. Szijjártó Krisztián gond nélkül eljön a Lékonban. Balázs János ezzel maga mögé utasította. Nagyon tiszta előzés volt ez. Itt a 1., 5., 6., 7., 8., 9. hely környéken azért még csata zajlik a pozíciókért. Ugye előrébb az első három már viszonylag szétesett. Tehát is ülünk már Somogyi Márka autójára, aki Balázs János veszi ugye üldözőben. Ha is még a lekörözött pilóta is közben a bal szélem. Szerencsére a lekörözésekből nincsenek problémák. Öröm látni. Somogyi Márk egyébként a George Racing Team tagja és a Stift kupában versenyez 1.6-os Swiftekkel, úgyhogy a valóságból is szerzett már tapasztalatot a versenypályákról. És hát Nagy Szilárd, akit a képernyőnkön láttunk, ugye ő nyerte meg Monzában a második futamot. Jelenleg ugye ő most a 17. helyen autózik. És jelenleg a bajnokságban a 3. helyen áll. Ez a Prém Szabolcssal vívtak egy kis harcot, de ha jól látom, akkor Szilárd gond nélkül megelőzte. Láthatjuk a visszajátszást, a sikán fék távján tudott eljönni gyönyörűen, sőt hát Szabolcs szinte hagyta is egyébként, nem akart most belemenni a pofoszkodásba. És azért azt se felejtsük el, hogy ez a Nagy Szilárd, akit a képernyőnkön láthattunk ezzel a zöld autóval, a bajnokságban jelenleg a 3. helyet foglalja el 66 ponttal. Mindenképpen érdemes a félelmi közül. Visszaváltunk Somogyi Márkra, aki egy előzés próbál ismét végrehajtani Balázs Jánossal. Acsarkodnak a Lékonban, és egyre-egyre közelebben hozzálopja a távolságot. Talán itt jobban is gyorsított ki. A rivásban megpróbálni egy előzést azért az igen nagy vállalás, de beijeszteni mindenképpen beijeszt a belső ívem. Talán majd sikán környéken jöhet egy előzési lehetőséggel. Báli Gergő közben a 14. helyre csúszott vissza, ugye is megsérült az autója egy Tóth Dáviddal való incidens után. Láthattuk, hogy azért mennyivel lassabb, mint a többiek. Viszont itt Somogyi Márk egyre-egyre közelebb várja azt, hogy Balázs János egy kicsi hibát is vétsen, és abban a pillanatban le fog rá csapni. Itt üldözi folyamatosan. Ez a kigyorsítás Polfrer kanyarból bizony már Puan felé, bocsánat, a Blanchimont felé visz minket, elnézést. És itt akár, hogyha szélenébe tud kerülni, majd a sikánba megpróbálja Somogyi Márk az előzést. Ez a Szijjártó Krisztián és Takács Gergely is próbálkoznak itt valami pozíciót cserélni. Bejön a belső ívre,
Takács Gergely, és ez egy parádés előzés volt, viszont összeakadnak a kigyorsításon, nem lökik ki egymást, de lassabbak mindenképp, úgyhogy itt nyilas lehel lehet az, aki elmegy mindenki mellett. Ez annyira nem volt rossz az a kigyorsítás, úgy tűnik. Somogyi már picit jobban lemaradt most az előtte autózó Balázs Jánostól, úgyhogy valami hibát védhetett a versenyző, ott most előzés nem lesz egy hamar, itt pedig Takács Gergely, aki az előbb azért vastagon benne volt ebben a sikán környéki incidensben. Kis Norbertet is megnézzük itt az élen, aki hát sok dolga nem volt, maradjunk ennyiben ezen a futamon. Valamilyen csoda folytán sokkal előrébb rajtolt, mint kellett volna. Aha, megbüntették. Ezt az információt kapom. Tehát akkor az előző futamon is később ért célba, ugye, hogyha büntetést kapott, és valószínűleg ezért jutott az élre. Könnyedén. Mert ezen a futamon ugye sok dolga nincsen. Közel 10 másodpercet ver Rós Andrásra, ki a második helyen autózik. Mögöttük Csuti Zoltán. Ő sincs ám olyan nagyon közel. Egy egészséges 5 másodperc kettejük között, majd 60-i Bálint, ki autóversenyző tapasztalattal rendelkezik szintén. Itt pedig Szijjártó Krisztián követi. Viszont Szijjártó Krisztián mögött már tornyosulnak az autók, ott már nincsenek másodperces különbségek. Jött Nyilas Lehel, Takács Gergely, Balázs János, Somogyi Márk is azért egyaránt közel egymáshoz. De hát az utolsó körön vagyunk, úgyhogy rá kell húznia itt a versenyzőknek, ha még gyorsan pozíciót szeretnének cserélni. Rós András második helyével pedig szinte biztos, mindeközben Kis Norbi itt a célegyenesre fordul rá, és ezzel kimondhatjuk, hogy Kis Norbi a második helyen. Jaj, azért csak átér a célvonalon szegény. Azt hittem előbb összetöri az autóját egy látványos befutóval. De drift versenyző szinte. De megnyeri a második futamot. Mögötte Rós András a befutó, majd Csuti Zoltán, a Mira versenyzője, Atvani Bálint, Szijjártó Krisztián, Nyilas Lehel, Takács Gergely, Balázs János, Somogyi Márk, Bodnár Bogdárka pedig a 10. helyen kerül majd leintésre. Hát az első futam egy Báldi Gergő győzelemmel ért véget. Ő ugye itt megsérült, vagyis az autója megsérült pont itt a Kemer egyenesnél. Tóth Dáviddal akadtak össze. Úgyhogy ő hátul végzett most itt egyébként a 17. helyet szerezte meg, amivel egyébként még mindig 14 pontot nyert. Na itt tehát a végeredmény. Kis Norbi, Rós András, Csuti Zoltán, 60-i Bálint az első 4, majd Szijjártó Krisztián, Nyilas Lehel, Takács Gergely, Balázs János, Somogyi Márk, Bodnár Boglárka, Varga Péter, Kovács Gábor, a 12. Reményi Balázs, Győrik Bence, Nagy Szilárd, Báldi Gergő a 16. majd Prém Szabolcs, Viski Gábor Albert, Varga Endre Tibor, Jurák Bence a 20. majd Palercsik Attila, Balázs Gábor, Hegedűs Gábor, Wittmann Tibor, ugye képenünk is Norbit láthatjuk, aki ezt a futamot megnyerte, Rádi Péter, Csikós Dominik, Módos János, Olá Gergely. És hát ez még nem hivatalos, de véleményem szerint Rós András fogja megnyerni a mai nap a Samsung 870 Evo 500 gigás SSD-t, amit a legtöbb pontot elérő versenyzőnek osztanak ki minden fordulóban. Viszont nem nyerhet az, aki már nyert, múlt héten Tóth Dávid nyerte meg ezt az SSD-t, egy pontosan egy másik, de aki ezt a díjat megkapja, ezt az MVP címet, nem kaphatja meg még egyszer. És olyan versenyző is kaphatja meg, aki a valóságban autóversenyző, tehát mondjuk Kis Norbert sem
nyerhet ilyet, de Lobáli Gergő sem kaphatja meg. Ha minden igaz, akkor egyébként Tasi Attilával hamarosan érkezik majd egy interjú. Bekapcsoljuk Atit élőben. Láthattuk a verseny közben a szobájából többször. Ő is Samsung G7 Odyssey monitorokon játszik, pontosabban 3-on. Ő teljes élményt kapjon a szimulátorozásból. És igen, hát Atit nem véletlenül nem láttuk a második futamon, ezen gondolkodtam én is, hogy merre volt. Úgyhogy kiesett, de hát inkább mesélne erről ő, ha jól látom, aki itt is van. Szia Attila, mi a helyzet? Szia, minden jó. Hát egy nagyon izgalmas első futam után, egy kevésbé izgalmas, vagy inkább egy sokkal rövidebb másik futamon vagyok túl. Az első futamot nagyon, nagyon jól éreztem magam, nagyon szoros volt. Ott egy ilyen 4-es vonat kialakult az elejétől fogva. Nagyon sajnálom a Danit, hogy ott nem tudott a rajtnál indulni, nem tudom, mi történt vele. Biztos valami technikai probléma volt. Ezt nagyon sajnálom, de az utolsó pillanatig élveztem, és nagyon fair, szoros csaták voltak. Hát ugye ez a túraautózás kicsi kontaktokkal. Hát a másik futamon pedig ugye hátulról indultunk, és már azonnal a első kanyarba már belementem, előttem éve volt egy kis feltorlódás, és meg is sérült az autóm, úgyhogy utána megint később az első körben volt egy nagyobb baleset előttünk, és ott kitört a hátsó futómű, mert valaki nekem jött, úgyhogy ez sajnos benne van, én nagyon élveztem még így is, így, hogy a másik futamot kívülről néztem, nagyon élvezhető volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy megint csak egy maximális létszámot tudtunk produkálni, és hogy ilyen nevekkel, mint Kis Norbi, Nagy Dani, Csuti Zoltán, Bádi Gergő, nagyon örültem ennek, és remélem, hogy ezt még többször meg fogjuk tudni ismételni. Hát innen kívülről is pokolján izgalmas volt az első futam. Hát a másodikban ugye sajnos Bádi Gergő is hozzá hasonlóan kapott egy kisebbet, úgyhogy ő se tudott teljes gőzzel autózni. Az elsőben egyébként hogy érezted, hogy megint nem sikerült nyerni? Ugye eddig győzelem nélkül állsz a bajnokságban. Pedig voltál az élen, de hát gyakran cserélt gazdát az a pozíció. Igen, úgy vagyok vele, hogy annyira nem bánom, ugye azért a bajnokságon inkább mások nyerjenek, nyilván szeretnék azért egy ilyen mezőnyben azért egyszer megnyerni egy futamot, de azért a legjobb magyar szimulátor versenyzők is itt vannak közöttünk, úgyhogy nincs egyszerű dolgunk egyikünknek sem, hiába a való életben versenyzünk több éve, azért itt a szimulátorban ez egy kicsit más világ, és van még hova fejlődjünk. De azon vagyok nyilván, hogy nyerjek egy futamot legalább, vagy minél többet, de nekem az a legnagyobb élvezet, hogyha egy ilyen jó szoros csatákat fogunk tudni vívni, és remélem minél többször. Hát én is köszönöm szépen. Tehát ha ilyen mezőnye lesz az összes további fordulónak szerintem, akkor kaparhatjuk a falat az izgalomtól. Nem tudom, te vagy vele. Köszönöm szépen. Hát nagyon remélem. Köszönöm szépen. Az interjút. Hagylak is menni a dolgodra nyugodtan, mert szerintem lesz még azért itt mit csinálni. Ez volt tehát az ExpertNet Tasi Sim Racing Challenge Powered by Odyssey eheti fordulója. 2 hét múlva fogunk találkozni legközelebb, akkor mindenig a Spanyolországba látogat a széria. Az, hogy ki nyerte meg a Samsung 870 Evo 500 GB-s SSD-t, ezt én még nem tudom hivatalosan közölni, viszont véleményem szerint Rós András lesz a nyertes, ugyanis azért elég jó helyeken ért célba. Ugye a második futamban emlékeim szerint itt a második helyen került leintésre, még az elsőben a negyedik helyet szerezte meg, így van, a negyedik helyen végzett ott, úgyhogy hát ha tényleg ő nyeri meg, akkor gratulálunk hozzá neki. Egy nagyon izgalmas napon vagyunk túl, az első futam tényleg, hát nem hogy a falat kapartuk, a 10 körmünket lerágtuk. A másodikban sajnos azért voltak balesetek, de úgy vélem, hogy egy ilyen spy pályán ennyi pilótával, főleg egy 24 rajthelyes cserénél talán ez belefér, és így is azért voltak itt bőven izgalmak. Gratulálunk minden versenyzőnek, aki elindult, és aki célba ért, vagy esetleg akinek sajnos nem sikerült, majd legközelebb nyilván benne van, Attila is elmondta, ez a túraautó versenyzés picit ilyen világ, itt több a kontakt, és benne van a pakliba, hogy valaki kiesik, ő is sajnos az előző héten is a második futamon kiesett Monzában. Úgy vélem, hogy talán ennyivel zárhatjuk a mai napot, itt a Spy versenynapot, 2 futamon voltunk túl, egy 9 és egy 7 körösen, az elsőt Bádi Gergő, a másodikat pedig Kis Normi tudta megnyerni.
Én Székely Márton voltam, és megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok!